Most szintén egy fesztivállal folytatjuk, méghozzá a WaldorFesztről fogunk beszélgetni, amelyet már 9. alkalommal szerveznek meg a Dunakanyarban. Az idei fesztiválról a főszervezővel, Varga Balázsral beszélgetünk. Szia! Szervusztok! 2010-ben indítottátok útjára a fesztivált. Hát mesélj egy kicsit arról, hogy 12 év alatt mi minden változott, hová nőtte ki magát a WaldorFeszt. 2010-ben ez egy iskolai projektként született, az osztályközösségünk hozta létre, és egy abszolút zárt waldorfos közegnek került megrendezésre ez a fesztivál. Azóta ez odáig jutott 12 év alatt, hogy egy mindenki számára nyitott összművészeti projekt valósul meg a Dunakanyarba. Most is javarészt azért önkéntesek vesznek részt ezen a fesztiválon, de mi ennek a fesztiválnak a célja? Igazán ennek a fesztiválnak a célja, nagyon fontosnak tartjuk manapság az összetartó közösségeket, mert így tudjuk igazán segíteni egymást, és ahhoz, hogy találkozzunk, ahhoz, hogy megismerjük egymást, a fesztivál az egy nagyon jó eszköz, és az a cél, hogy mi egy ilyen közeget teremtsünk tulajdonképpen. Nagyon fontosnak tartjátok a Waldorf értékek összekapcsolását is a fesztivállal. Mindez hogyan jelenik meg a program kínálatban? Igazából mi nagyon sokat inspirálódunk abból, amit a Waldorf iskolában kaptunk, diákként átéltünk, és most mondhatom, hogy fiatal felnőttként igyekszük azokat az értékeket megvalósítani, nem tudom, a két kezünkkel, amiket az iskolában csináltunk, most mesterségekként jelennek meg. Kicsit mesélj arról, hogy milyen az a waldorfos értékrend. Waldorfos értékrend igazán én nagyon fontosnak tartom, amit mi ott kaptunk, ez az egymásnak az elfogadása. Tehát, hogy tulajdonképpen erre építjük mi is a fesztivált, hogy nyitottak vagyunk mindenféle gondolatra és mindenféle impulzusra. Igen, ezen kívül a környezetvédelemre is nagy hangsúlyt fektettek a fesztiválon. Igen, igen, a tudatosságnak az egy fontos része, hogy a környezetünket ne bántsuk, ezért nyilván egyébként a fesztiválon repoharas rendszer van, szelektíven gyűjtjük. Minél kisebb ökológiai lábnyomot hagyni, gondolom. Igen, tulajdonképpen ez egy abszolút fontos cél. Milyen programokkal várjátok az érdeklődőket? Mert hát lesznek zenei programok is, ki mindenki lesz a fellépő. Igen, most érkezünk el oda, hogy először egy nemzetközi fellépő is lesz, de egyébként Magyarországról is nagyon izgalmas alternatív zenekarok, Csak Neked Kislány, Déva, Kollár Klemens László, úgyhogy igyekszünk a jazztől a kórusig, az alternatív zenén át mindent érinteni. Említsük meg, hogy kik érkeznek külföldről, mert egészen messziről is jön zenekar. Igen, és miért éppen rájuk esett a választás, és hogyan kerültetek velük kapcsolatba? Nagyon szeretjük a világzenét, és tulajdonképpen én nagyon régóta szerettem ezeket a zenekarokat, és most megadatott, hogy a Barcelona Gypsy Balkán Orkestrát Barcelonából, és a New An Afrobeatet pedig Chiléből el tudjuk hozni a fesztiválra. És egy chilei zenekarral ti hogyan veszitek fel a kapcsolatot? Meg hogy hogyan fogadják egyáltalán egy magyar fesztiválnak a felkérését? Igazán én velük Chilében találkoztam, egy hostelbe. Mesélj a chilei sztoriról. Nagy buli volt, és ott már megígértem nekik 2019-ben, hogy amint lehetőségünk lesz rá, ők európai turnéra indulnak, akkor mi igyekszünk őket leszervezni, és most pont így jött ki a lépés, hogy ráérnek, és jönnek. Egyébként mi pont kb. 2 héttel ezelőtt jártunk Zebegényben, én életemben először, és hát szerintem csodálatos az a hely. Ti egyébként hogyan használjátok ki a település adottságait ezen a fesztiválon? Nagyon sok olyan program van, ami igyekszik a helyi környezetet bemutatni, akár művészetileg, mert egy nagyon fontos kulturális központ, illetve a természetet is bemutatjuk, tehát különböző erdőjárás programok lesz. És akkor még egyszer, hogy a végén röviden foglaljuk össze, hogy pontosan mikor és hány órától várjátok a látogatókat. 23-án csütörtökön nyit a fesztivál, 16 órakor, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk. Mindenki rohanjon oda, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Köszönjük szépen. Köszönöm én is.